napot kívánok, ez itt a High Tech Show, és a mai napon az interaktív diszpléjekről szeretnék beszélni megint, mert egyszer már beszéltem róla. De amikor beszéltem róla, akkor egy régebbi beugrós kategóriáról beszéltem, ez pedig itt a legújabb felső kategóriás változat. Itt minden esetben ipari panelekkel kell számolnunk, ez egy 4K-s kijelző, minden esetben egy 20 ujjas multitouch, tehát akár két ember is tudja egy időben használni. 55, 65, 75 és 86-szoros kivitelben gyártjuk, minden kivitelhez kettő darab érintő toll jár, mely mágnesesen a tévéhez tartozik, és itt lehet szépen menni és vissza lehet tenni. Ezen kívül ugye ezek a tollak interaktívak, már az előző verziókhoz képest itt rögtön ki tudom választani, hogy milyen funkciót szeretnék használni ezen a tévén, mint például a whiteboardot, és ha már a whiteboardot, akkor pontosan erről a cikkszámról beszélünk. Ez a DSD5B 65 colos változat, ez a tévé, amit nézünk, RVP-s verzió. A B-s verzió jelenti a felső kategóriát nálunk, ez az az új tévé, amit itt látok előttem. Ez annyival több, mint az előző, hogy már Android 8 van rajta, beépített webkamera van rajta, beépített mikrofonnal rendelkezik. Itt az Android 8-as funkciókat már jobban tudjuk ugye esetlegesen használni, tehát itt már a tévén tudok két applikációt egy screenen használni, így akár kettő előadó is tud egyszerre egy ilyen tévét használni. Ezen kívül természetesen, ha az Android 8 kevés lenne, ez egy elég jó hardware, és pontosan ezért ajánlunk mellé úgynevezett OVS PC-ket, ebből kettő kivitelünk van, ezzel fel tudjuk okosítani ezt a tévét egy külső PC-vel egy Windows-os, tehát screen-es rendszerré. Továbbá, ha esetleg kevés lenne nekünk, az a mikrofon teljesítmény, vagy esetleg a kamera, amit prezentálunk, természetesen ehhez tudjuk a külső eszközeinket, a konferenciás mikrofonjainkat és a webkameráinkat hozzá lehet. Ezen felül a tévéhez továbbá természetesen csatlakoznak mindenféle hálózati interfészek, kettő darab hálózati bemenetem van. Továbbá van ugye egy wifi csatlakoztatási lehetőség, ezt ugye általánosan meg tudom bármikor nézni. Itt van egyébként a wifi menü, de ha kilépnék belőle egy pillanat alatt, bármikor elő tudom hozni a hálózatra kattintva a hálózat menüt. Kettő darab HDMI bemenetem is van, és egy HDMI kimenetem, hogy tovább tudjam hurkolni ezt a készüléket. USB bemenetek vannak, hogy ugye prezentációkhoz mindenféle adatot tudjak feltölteni, és a legvégén, de nem utolsó sorban a rendelkezésemre áll egy Bluetooth távirányító, aminek segítségével nem csak innen közelről, hanem esetleg a kiballagok a képernyőből távolról is tudom vezérelni ezt a tévékészüléket, meg tudom nézni az összes funkcióját, be tudok menni a beállítások menübe, így távvezérelhető ez az Androidos touchscreen TV. Nekem nagyon szimpatikus volt, javaslom a használatát. Köszönöm szépen a figyelmet, szervusztok!